Sziasztok! Na még egyszer. Sziasztok! Ez a... Na, de gyorsan akartam mondani. A Minecraft parancs tutoriál következő része. Na, ez is szar. Sziasztok! Folytatjuk a Minecraft parancs tutoriált. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi legyen a következő, mert hát az eddigiek azok olyan szépen úgy összefüggtek, setbox, fill, clone, hát szerintem én látom benne az összefüggést, a párhuzamot, és gondolkodtam, hogy menjünk azon az útvonalon, hogy blokkoknál vagyunk, és legyen a block data, így is lesz, úgyhogy a block data fog jönni. Azért kételkedtem, mert ez az NBT-ről szól, és akkor nem tudom, hogy már is így bele menjünk a mély vízbe, de mégis nem is olyan gáz ez. Nem baj. Próbáljuk meg. Szóval. Ja, először szintaktika, igen. Tehát van egy ilyen parancsunk, hogy block data. Ezzel egy blokknak az NBT-t lehet módosítani. Ennyit tud. A szintaktika nagyon egyszerű. Block data, aztán a blokknak a koordinátái, és végül, hogy milyen legyen az NBT-je. Kell egy gomb is. Mondjuk legyen egy command block. A command blocknak van NBT-je, a benne lévő parancsot tartalmazza, sőt, még mást is. Sőt, meg is fogom mutatni. Én mire szoktam használni a gyakorlatban. Előkészítem a terepet. Már csináltam egyébként videót róla, tehát vissza lehet nézni, hogy olyan testfor, amit többször lehet használni, meg olyan testfor, ami, vagy olyan command block, ami erősebb jelet küld. Most ezt fogom megint megmutatni tulajdonképpen. Tehát ez most üres, de mondjuk csináljunk neki parancsot, vagy adjunk meg neki parancsot. Block data, a koordinátái, most megint relatív hivatkozni fogok. Ugye már mondtam többször is, hogyan kell leolvasni ezt a koordinátarendszert. Szokjátok meg, érdemes, mert így nagyon gyorsan be tudjátok pötyögni a koordinátákat. Tehát én például a gyakorlat, hogy megnyomom, oké, z-tenger plusz kész, tehát ennyi, 1, 2, tehát nagyon gyorsan ki lehet számolni így a relatív koordinátákat. Így csak ránézésre. Na, tehát a command blocknak van egy olyan NBT-je, hogy command, ha jól emlékszem, command, ez ugye szöveget tartalmaz, érdemes idézőjelek közé tenni. Ha nem tesszük idézőjelek közé, mondjuk csak annyit írok, hogy say, mondjuk ez önmagában nem fog semmit csinálni, de most nem is lényeg. Akkor benne van, hogy say, le is futott a tírja. Ha több szót akarok, say hi, az már nem fog lefutni. És de lefut. Azért meggondolom, nincsen utána más parancs. Ó, ez érdekes. Sose írom idézőjel nélkül, nem is javaslom. Aha. Jó, ez érdekes. Nem mindig működik így, tehát most mondhatok egy tellrow-ot. Mondom, tellrow-ot. Csabusának mondasz, hogy hello, te. Akkor jön a piros üzenet, hát ez így nem elfogadható, mert ő paraméternek veszi. Ha idézőjelbe teszem, akkor működik, hogy hello, te. Tehát ez ugye egy szöveg és több tagból áll, érdemes idézőjel közé rakni. Jó, ez most nekem is új, mert én mindig rakok idézőjelet, de úgy látszik itt elfogadja. Érdekes. Akkor mondok olyat, amit tutira nem fog elfogadni, hogy például akarok parancsba veszőt. Say, vessző, hi. Ezt már tudja, nem fogja elfogadni. Itt van. Tatata, parsing failed. Mert úgy veszi, hogy a say, tehát vesszővel választjuk el ezeket az NBT-ket, és a say után is van egy vessző. Tehát milyen parancs az, hogy hi, vagy milyen NBT az, hogy hi. De ha idézőjelbe rakom, akkor ugye már mutatja, hogy lefutott, és meg is csinálja. Tehát mindig rakjátok idézőjel, csak azt akarom mondani ezzel. Jó. Jó, közben itt tulajdonképpen le is lőttem a point, ez a success count-tal. Ez mondja meg azt, hogy mekkora jelet küldjön a command block.
Ha most így lefutom, lefuttatom, aha, semmi értem a parancsnak, így. Azt mondja, hogy hi, akkor egyes erősségi jelet küld. De ha a test forban benne, tehát bármilyen parancs sikeresen lefut, tulajdonképpen ezen is most jelet küld, mert sikeresen lefutott. Tehát bármilyen parancs sikeresen lefut, jelet küld. Na de, meg lehet azt csinálni, hogy erősebb jelet küldjön. Ide beírom, hogy 10, pif, és már is 10 küld. Azt nem próbáltam ki, hogy megadhatok egy 15-nél nagyobbat. Mert ugye a reston fákja az akkor erősségűt küld. Nem tudom, ez már megvolt már 15? Biztosan. Nem, biztosan megvolt 15. És akkor azt mondom neki, hogy 20. Jaj. Nem hiszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, 14. Jó, akkor lehet, hogy rosszul mondtam. Nem 15, hanem 14 az. Jó, tehát nem. Aha, így is megvan a max. Oké. Okay. Ezt is megtudtuk. Jó. Tehát a többször használható test for az ugye az volt, hogy ide volt egy command block, ami azt mondta meg, hogy a block datája, ugyanígy block data, success count az legyen 0. És akkor használtam, küldte a jelet, ez pedig le is kapcsolta, úgyhogy többször lehetett használni a test for-t. Vagy hogy erősebb jelet küldjön, hát azt most mondtam, ugyanígy mondjuk ide benne bele van kötve, hogy success count x tengely mentén plusz 2. Ez most a lenullázó. Aha, a parancsot töröljük ki. Tehát lefuttatom a parancsot. Akkor mi baja van? Ja, még mindig ott a vesző. Így tehát jelet küld, de aztán resetelődik is. Többször is használtam a test for-t. Ez ott a másik videóban. Vagy ha azt akarom, hogy hosszabbat küldjön, akkor mondjuk azt mondom, hogy 10. Ide megrakok egy késleltetőt, ami mondjuk lenullázza. És akkor ha használom, akkor egy erősebbet küld. És ha meg ide rakom, hogy utána nullázza le, akkor erősebbet küld, és többször használható, lehet kombinálni. Jó, most legyen más, ne commandok. Legyen mondjuk, mi van itt, dropper. Dropper, láda, hopper, bármilyen tárgyat lehet rakni, még a, hogy hívják azt, de jó helyen voltam. Még ez a főzőállvány is, vagy nem tudom, hogy hívják ezt magyarba. Szóval minden tájtárolónak van egy items tagje. Ezt már mutattam a setblock, igen, ezt mutattam a setblocknál. Tehát ugyanezt kell oda begépelni, mint amit ott mutattam. Valahol ott. Ugyanígy, a tárnak az MBT-je. Tehát ha én most tulajdonképpen ezt a részt itt bemásolom. Ide. Akkor nem történik semmi, miért nem történik semmi, pont hibásra hagytam utoljára. Slot 26, jó, igen. És akkor ott van a csabus a fej. Hát ugye a droppernek nincsen 26-os slotja, azért nem működött, itt csak 0-tól 8-ig vannak. De ez lehetne, mit tudom én, most a brewing stand. Ott van. Igen, ugye én ide nem tudnám rakni, de parancsból elintézhetem, hogy oda rakja. Ezt is ki lehet használni. Akkor, tehát ezek a tájtárlók, hoppernek is, nem megyek rajta végig. Mi legyen most? Nem tudom, hogy kipróbáltam ennek a virágnak. Ez ugye a cserép, és rakhatok bele virágot. Na most ez egy MBT-ben jegyzi meg, hogy milyen virág van benne. Méghozzá, és most gyorsan puskázok a wiki oldalról. Igen, itt van. Aha, egy item nevű. Akkor mutatom a szintaktikát. Pjú, ezt kitöröljük. Tehát egy ilyen item nevű tag, szöveges, és bele kell írni a azonosítóját. Yellow Flower. Minecraft. Yellow flower. Jó.
és valami nem tetszik neki. Akkor lehet, hogy a számos kéne. String. Jó, itt azt írja, hogy a sapling az 6-os. Akkor számmal írom. Bár azt írta, hogy szöveget fogad el. Itt is van, látjuk, hogy jól írtam az előbb. Ja, hogy nagy betű az i, oké. Hát igen, vannak ilyenek. Nézzétek a hiba üzenetet. Mondjuk ez nem is hiba üzenet. De a wiki oldal meg kisbetűvel van, nem? Nem. Jó, oké, oké. Minecraft 2-es pont. Yellow flower. Puff. Jó, ezt is megszenvedtük. Akkor mi van még itt? Hát a mob spawnernek is, de most nincs kedvem lerakni. Táblának. Biztos láttátok már videómban a táblának a blokkdatával szórakozok, nem tudom. Most üres a tábla, de mondjuk ez a táblának az items, de items, ez a text 1-2, megy a második sor, az a 2, és akkor valami szöveget beírsz, na, és akkor megcsinálja. Akkor még MBT-t, hát úgyis azt fogjátok kérdezni. Na most erre kíváncsi vagyok, ez nem tudom, hogy működik-e, pont van nálam csabos a fej. Hogy a csabos a fejből legyen, ez ugye a school owner. Legyen mondjuk... Na hát ez vicces. Notch. És nem csinálja meg, aha. Egy kicsit összetettebb annál, mint hogy átírom, hogy notch. Igen. Igen. Meg kéne adni a textúra kódot, stb. Jó, igen, meg lehet csinálni, valószínűleg nem csináltam még ilyesmit, nincs rá szükség. Tehát, hogyha le kell cserélni, akkor még írok egy set blokkot, tehát most miért így szórakozok vele. De valószínűleg meg lehet csinálni. Na, gyorsan még valami MBT-t. Nem is tudom, igazából ezeket szoktam használni, tehát az itemset, illetve hogyha egy tájtálónak át kell cserélni a tárgyait, mert mondjuk akkor mutatok valami gyakorlatilag példát, vagy mi. Ide. Tehát, hogyha mondjuk egy ládában végtelen tárgy legyen, akkor írok egy blokkdatát alá. Most pont így van fölötte, és akkor items. Na. Szokásos kő. És mondjuk egyesével. Count 1. És kinyitom a ládát, ez ugye a trap chest, úgyhogy lefut a parancs, hogy legyen benne kő. Kiveszem, megint kinyitom, megint kivetem. Akár szok nyitom. Ez ugyanakkor Radírnak is tök jó, belepakolom a szemetet. Ugye azt is kitörni, tehát úgy, ahogy van, ez nem csak azt a slotot cseréli rá, mondjuk nem is írtam meg ugye, hogy melyik slot, hanem úgy, ahogy van a láda tartalma, az ez a kód legyen. Abba most nem megyek bele, hogy még kell így jelölni, van róla videó, hogy mi a logikája az MBT-nek, nézzétek meg, ott van a leírásban, és egyébként meg igen, ezt kövessétek, amit most itt írtam. De egyébként igen, azt a videót nézzétek meg, tehát tanuljátok meg, hogy van. Ja, szóval igen, az itemset szoktam használni ilyen ládásnál, vagy előfordulhat, hogy valami időzítőt csinálok, és akkor azt úgy szoktam, ja tényleg az nem is rossz ötlet azt megmutatni, hogy hopperen módosítani, de akkor nem csak a benne lévő tárgyat, hanem a késleltetését is módosítom. Meg mi volt még? Ja, hogy a command blokknak, hogy milyen erősségi lehet küld. Tehát ezeket használom leggyakrabban. Most így egyre följebb van. És azt akarom, hogy legyen benne egy kő, mondjuk ezt csak átmásolom. Van benne egy kő,
és én mondjuk mennyit várjunk? 2 másodpercet? Most ha így lefuttatom, akkor szinte azonnal le is adja. Látszik. Menjünk, már dobja is le oda. Jó. Tehát legyen benne késletetés, ez pedig a... Hogy van? Transfer cooldown, na? Mit tett eszembe? Transfer cooldown. Cooldown. Ez egy tick, azaz egy 20 másodperces idő. Tehát, ha én most 20-at írok, az elvileg egy másodperc, tehát 40-et kell írnom, az meg 2 másodperc. Megnyom, semmi, semmi. Most. Szóval 2 másodperc. Ja, transfer cooldown, ezzel lehet jó kis időzítőket. Mondjuk azt mondod, hogy játékosnak X ideje van. Most például 10-szer annyi, mint az előbb, az 20 másodperc. Igen, kicsit nehéz. 20 másodperce van indítástól. Tiktak, ott áll benne a tárgy, telik az idő. Még olyat szoktam ilyenkor csinálni, hogy nullázza ki a droppert. Nullázza ki, milyen szépen mondtam. Tehát, hogy ez a kommandok kitörli a tartalmat, és akkor itt többször használható időzítőnk van. Tök jó. Jó. Tehát, és megjött. Eltelt a 20 másodperc. Tehát ezek a leggyakrabban használt MBTK blokkokon. Most mit tudom én, lehet a sütőnek is ugye van itemsze, lehetne mondjuk a... Itt például látom, hogy a baconon is módosítani lehet, minek, vagy a banneren. De hát minek, ugye? Vagy a mobs funneren, ezt már is használok. Jó, ja még egy hasznos lehet tényleg, csak eszembe jutott valami. Ez pedig szintén minden tájtárolónak van, ez a... Aj, nem már. Lock, na, ezzel lehet lezárni, ez is hasznos lehet, mondjuk egy, milyen nevű tárgy van nálam, stone nevű tárgy az van nálam, vélem, hogy stone, lefuttatom, most a hopperen, igen, most a hopperen futtattam le, most, hát nem tudok belenézni, de ha kő van a kezembe, akkor se, akkor ez mégis minek van nevezve, attól, hogy stone, hát ez vicces. Jó, akkor ezt nem illet beolvasni alapból. Biztos ilyen nyelvi fájlokra hivatkozik, és azért. Akkor kint leszek átnevezni valamit. Jó, de hosszú lesz ez a videó. Mondjuk az üllőt átnevezem. Arra. Kereset kellene írni. Tehát ezt most lefuttattam a hopperen. Ez a lock... ide egy szöveget lehet megadni, hogy mi legyen annak a tárnak a neve, amivel ki lehet nyitni. Tehát bármi van a kezemben, ez nem nyílik ki. Csak hogyha egy A nevű, ilyen nevű tárgy van a kezemben. Most például az üllő, így bele tudok nézni. Ez is például hasznos lehet. Ha szeretnétek ezt kikapcsolni, akkor így üresen kell lefuttatni, és akkor így már tök mindegy, mi van a kezemben. Jó. Oké, linkek a leírásban, milyen MBT-k vannak még, hogyan kell azokat olvasni. Én elmondtam azokat, amit a leggyakrabban lehet használni, meg hogy ezzel a parancsal ezt lehet módosítani. A kézikönyv olyan.